Sziasztok srácok, itt ismét Damien, folytassuk tovább vasemberünknek az összeszerelését. Jöjjön a 61. lapszám, közben én itt helyezkedek, bocsánat. Tehát a 61. lapszám, nézzük meg, miket kaptunk ez a lapszámhoz. Na hát igazság szerint csak 3 darab műanyag ilyen kis alkatrészt kaptunk, ami a lábunkhoz fog majd kelleni. Nézem is, hogy mit, hol, miért kell. Azt mondja, hogy 61A. Melyik a 61A? Ez a 61A. Ez kell, próbálom értelmezni a dolgot. Ide. Belenyomnunk. Ha minden igaz. Na minden igaz így, ezt oda kellett benyomnunk, akkor erre a 61B-t, tehát ezt a dolgot kell így a tetejére rányomni. Hát jó, ott van. Na, az előzőt jobban bele kellett nyomni. Így most már szebben néz ki. És van még egy 61C-nk, az pedig ide oldalra kell valahova. De hova? Ja, ennek a tetejére. Aha. Jó. Ezt meg ide. Jó, eredmény. Ez az eredmény, amit mutattam, és igazság szerint a 61-es lapszámmal végeztünk is, tehát nyugodtan meg is leshetjük, hogy mit kaptunk a 62-es lapszámhoz. Kinyitom és nézzük meg, hogy miket kaptunk hozzá. Nos, két kis műanyag alkatrész, csavarok, meg ilyen furcsa áttetsző, hát ebből sokat nem látok, ilyen alátétek, meg ez a fém. Szépség. Ez a fém cucc. Na, mit kell tennünk? Nézzük meg. Azt mondja, hogy a lépésről lépésre útmutatónk azt mondja, hogy kell ez a cucc, meg ez a cucc. Ennek így kell állnia, ennek így kell állnia, és ez pedig, tehát ezt ide bele kell így rakni. Igen. És ezt pedig így rá kell csavarni. Így, mégpedig, hát milyen csavarokkal? EM csavarokkal, mi mással, mint EM csavarokkal. Na, azt mondja, hogy kiszedünk jó pár EM csavart. Hát most egyelőre kiszedünk csak 2-t, de azt hiszem kelleni fog még több is, de most egyelőre 2-t kiszedtem. És ha minden igaz, ezt itt kell rögzíteni, csak ne csusszanjon le a csavarhúzóról, persze, hogy lecsusszon. Jaj! Rám jött az idegrángás. A gyerekek. Idegrángás van ezerrel. Egy. Na. De mi? Nem látok, az a baj. Na, vak is vagyok. Na, megvan. Ah, csak megvan. Másik, jöhet a idegrángás 2, mint valami horrorfilm, és rögtön le is csúszik róla. Na, ez gyorsabban meg lett. Gyorsan becsavarjuk. Csivír, csavar, csavar, rögzít, csavar. Jó, másik oldalt is meghúzzuk. Csivír, csavar, csavar, csavar. Jó. És akkor, hát most ezeket meghúztam. Jól, oké. És akkor nézzétek, ezt kaptuk, hogy van egy ilyen, ami így... így mozog. Ja. Na,
Azt mondja, láb, 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 és a lábnak ezt kell valahogy majd ide rögzíteni, tehát ez majd itt lesz. Itt. Csak azt nézem, hogy össze kell, hol jön ez? Ide jön ez, igen. Tehát ezt így valahogy bele kéne nyomni. Aha, így, aha. De ez hogy lesz majd, hogy fog majd rajta forogni? Ezt nem értem. Már csak azért sem, mert nem igazán illik. Tehát... Vagy ez... Nem, ez nem ide jön. Ez valahova ide jön. Csak azt nem tudom, hogy ez végig nyitva lesz, mert itt valahogy nem passzol a dolog. Na mindjárt várjatok, rájövök a dologra. Tehát ez így oké, hogy ezt így ide. Ez így oké. Ez így megvan. Jó. Aha, ennek egy kicsit ki kell tágítania. Aha, értem. Tehát ezt így be, és ennek belül kéne futnia. Ott jó, az egyik oldalt már jó. Hogy értsétek, hogy mivel szórakozok, látjátok, ez a lemez így nagyon befele hajlik, mert ennek mögötte kéne mennie, és most ezzel szenvedek, hogy az hogy kerüljön be mögé. Megvan? Na. Iszonyatosan feszült, srácok, de megvan. Megvan. Na most bele kell rakni ezeket az alátéteket. Ebből hát van ebből több is, de nekem csak egy. És milyen csavarral kell rögzíteni? EM csavarra. Ez érdekes volt, srácok. Szenvedős. De most, hogy rögzítettük, innentől kezdve nincs visszaút. Ez most már rajta marad. Akár feszül, akár nem. Ez most már tökéletes. Jó. Nehéz szülés volt. Kicsit kivágtam nektek, mert szórakoztam vele jó sokáig. Kicsit szét kellett feszítenem azt a vasat, de mindjárt megmutatom közelről, hogy lássátok, hogy mi volt a probléma. Szóval, tehát ez a cucc, látjátok, ide bement, tehát itt van ez a kallantyú, és ez a rész, meg ez a rész, túlságosan így össze volt állva, így, és kicsit kijebb kellett feszítenem, hogy ez mögé beférjen. Na, ha minden igaz, ez meg is van, srácok, tökéletes. Na, eljutottunk, hogy ezt így összeszereltük, most már ez így tud mozogni, tehát így, ami nagyon jó, aminek nagyon örülünk. Innen fogjuk folytatni, ez volt a 61 és a 62-es lapszám, de megyünk tovább, építjük tovább vasemberünket. Hogyha tetszik, akkor feltétlenül jelezzétek és küldjetek lájkot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni sem, és remélem legközelebb is velem tartotok, addig is legyetek jók, szevasztok! Ha tetszett Damien videója, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!